John Roman, Michi Sándorból fogyok ismét a War Thunderből, és az A129 International-nel, a Mangusztával, vagy Mongoose-val fogunk kicsit közelebbről megismerni, mit is kell tudni erről a helikopterről így Dióhéjban. 1972-es kiírású tenderre készült ő, ahol az oroszok és a nyugat-németek szerettek volna együtt helikoptert kitalálni maguknak. Az Augusta Itali vágott bele olasz részt, akik később átkeresztették magukat a folyamosán Augusta Westlandre, és a német fél oldalára az MBB, de a németek ebből a programból is kihátráltak, szokásuk a szíve, és inkább az Eurocopter Tiger koncepció irányába fordultak, hát fel a dolgok az ízlésüket, na mindegy. Azt tudni kell, hogy a War Thunderben a helikopter agyatlan fikkel dolog, mindenre csak lokkolsz és balagérból. Na de mit teszi ezt lehetővé a nyugati helikoptereknek az esetében? A legelőször ennek a képernyőn látható A129 International-nek volt ilyen. MIL STD-1553B Databus nevezetű rendszer az, ami ennyire leautomatizálja helikoptereket, hogy egy agyatlan pikkeré váljon a valóságban is. De ezzel karöltve a SIAP, SIAP, SIAP nevezetű elektronikai önvédelmi rendszerrel is föl van szerelve. Mindennek a szoftverét pedig a Selex Galileo fejlesztette ki Olaszországban. Illetve képes helikopter együttműködni Datalinkben a többi helikopterrel és a saját légierő minden egyes repülőgépével, képes a lézeres célmeghatározójával, megjelölőjével célpontot fejlölni bárkinek a saját NATO légierőn belül. Ezt úgy gondolom elég fontos dolog tudni róla, már tervezve is ezek a szempontok alapján lett, ezt azért nem árt tisztázni. Így ez, amit most láttok a monitoron, az 1983. szeptember 15-én első tesztrepülést végrehajtott, változatnak lehet megfeleltetni, azért még fegyvezetében sehol nincsen a későbbi rendszerestéshez képest. Ha már rendszerestést nem tettem, akkor mondjuk meg, hogy Olaszországon kívül Törökország is rendszerben tartja, 60 darab környéken van belőle a törököknek, itt T-129 Atak néven van, és a Turkish Aerospace Industry az, aki a modifikációkat a török hadseregnek a saját elvárásai alapján felszereli a helikopterre, úgyhogy picit más konfigurációban használják, de ezt teljesen értem, hogy másik hadsereg más alapelvekkel. Na most ugye a tűzvető rendszer és a fegyvezetére térjünk ki egy kicsit, ugye a Toplite tűzvető rendszere van, Toplite, ilyen szépen írják le, és ezzel cserélték le 70-es évekbeli Helito rendszert, úgyhogy már egy eleve a tervezésekor korszerűsített megoldásról beszélgetünk. Ugye a valóságban, illetve majd később a Tactic verzióknál lehet azt látni, hogy a Film 92 Stingerekkel is fél van szerelve, ezeket 2003-ban kapta meg. 81 és 70 mm-es rakétákból is válogathatunk, ugyebár a valóságban. Illetve még mielőtt belemennék a rakétákba ezt a kis semmiséget, ezt az FN géppuskát, ami 50 kalos ide főszerelve, ezt csak tesztekre használták, hogy megnézzék, hogy a tűzvető komputer hogyan működik. És van még belőle két 50 kalos FN, ezek kimondottan a prototípusnak a sajátjai, mert ezek helyett a sokkal komolyabb M197-es 20 mm-es háromcsövű gépfegyver foglalhat egy ottól már élet TM-197B lövegtoronyban. Tehát nem az a kis semmiség van, és a Tactics helikoptereken már remélem, hogy a valós fegyvezettel lesz ugye ellátva, ez csak a prototípusnak a sajátja, illetve 2014-ben megkapta a negyedik generáció Spike Air nevezetű tankjahállító rakétát, úgyhogy meglehetősen ütőképes helikopter. Na ehhez képest ugye kivesésztük azt, hogy 50 kalosunk van a 20 mm-s helyett, melyek a konfigurációk, ugye itt a 76 mm-es hidrákat kapjuk meg, illetve van 50 kalos Mighty Mouse-okkal kombinálva, illetve 50 kalosok hidrákkal kombinálva, 50 kalosok Mighty Mouse-okkal és hidrákkal kombinálva, összesen kombinálva ugye a TOW 2-es rakétákkal, ezeknek 3,75 km hatótávolsága, megint különböző konfigurációkra, és a lényeg, amit én szeretek ilyet használni, illetve aminek legtöbb értelme van, azok az RGM-114B Hellfire-ök, őket azért kell használni, mert hogy a Top Secret soha nem írta ki a War Thunderre mennyi a hatótávolsága, és nem is fogják szerintem kiírni, csak azt tudja, akinek helikoptere van. Na most elmondtak az óriási titkot, 8 km, amit üzembiztosan tud erről a helikopterről. Direkt kipróbáltuk Maynard-atyával, akinek megvan a prémium apacs, és hoztanak fog belőle tartalmat gyártani is. Számítottam rá, hogy legalább 10K-s lesz ugyanez a Hellfire típus kiírás alapon, American Bias-ból, hogy az olasznak 8, mert csak olasz, az amerikainak meg lesz a 10K, mert amerikai, és kipróbáltuk, és elbuktunk, nem tudtuk ráverni a Gajin az American Bias, mert annak is 8 km, ami a üzembiztos távolsága, az a 8 km, 8100 méter, ha nem vagy túl magasan.
az, amiről realisztikusan tudunk operálni, tehát a 8K az, ami azt mondom, hogy üzembiztosnak tekinthető. Jó, erről ennyit, ugye ezek a rotor blade-ek egyébként kompozitból vannak, és a sikának a 23 mm-eseit állják, az a szemben lövedékállóak, a rotor blade-ek. Ezeket ugye a valóságban meghajtja egy Rolls-Royce motor, pontosabban kettő darab Rolls-Royce GEM 2004D turbofeltöltős 890 lovas előforrás dolgozik benne a valóságban. Itt a War Thunderben azt írja nekünk, hogy RHTLC CTS 802-1360 lóerő, tehát érdekes módon itt egy teljesen más hajtóművet fog nekünk kijelezni. Ugye 278 km/h maximális sebessége, amit a legtöbb netes katonai enciklopédia megemlít, és 229 km/h cirkáló sebességről beszélnek. Ez a 229 cirkáló sebesség, ez a War Thunderben is helye közel valós, de a végsebességnek 305 km/h írtak, ami szerintem akkor valós, hogyha zuhanásban maximálisan kigyorsítjuk, ezt úgy lehet igazából elérni, mondjuk hogy a zuhanó sebesség, amikor éppen menekülsz egy légvédelmi elől, vagy valami más elől, akkor szoktam ezt elérni, de elérhető a 300 km/h a War Thunderben. Ez mondjuk egy helye közel valós és reális adat. Hát a Rolls-Royce 890 lovat tudna, hőjel csökkentéssel el van látva a valóságban, tehát csökkenti a hőjeleket, nem a forró levegő áram, ami ki van egy kis hűtő ott a végébe, amit nem ábrázol a War Thunder, ugye üzemeltartály, pilóta, fegyverkezelő operátor, és már beszéltem arra a lövedékállók, a rotorok, a War Thunderben maximum pilótáknak a 20 mm-es ülés páncélzata van lemodellezve, tehát a 40 mm-es lövedékálló plexi, ami körülbelül semmit nem jelent a War Thunderben, mert ha már lőnek ránk gépfegyverrel, akkor a gépfegyverekkel, akkor a kaliberekkel fognak ránk lőni, jetek, tunguszkák és más helikopterek, hogy ennek igazából jelentősége nincs, de semmilyen helikopternek igazából. Páncélról és tulajdonképességről a War Thunderben nagyon beszélni nem kell, mert nincs nekik. Békefenntartó misszióban egyébként ő megjárta Macedóniát, Szomáliát, Mogadisút, Angolát. Irakban Nasszírba települtek, amikor az Irakban szolgáló olasz csapatoknak a közeléki támogatását látták el. Szíriai harcokban is részt vettek, ugyebár az iraki kultterületekről támogatást hajtottak végre, illetve Afganisztánban is ugyanezzel mentek. És nagyon gyorsan kiderült, hogy az Eurocopter Tiger is sokkal jobban bírja a meleget és a port, ezeket a fajta körülményeket, és egy érdekesség. Egyébként szerintem személyes vélemények szerint a kettő közül az A129 sokkal jobb, mint a Tiger. De ez csak az én meglátásom, és ez inkább a valóságra vonatkozik. Úgyhogy erre nyitván már is nagyon sokat beszéltem garázsdoma szintjén. Tankerbébe való alkalmazásánál mire kell figyelni. Felezék használat a domborzat, maximális kihasználása, mik jelentenek ránk veszélyt. ADATS és Tunguska, mert neki van a 8-10K-s rakétája valamennyire, ez a két légvédelem van, ami ránk veszélyes lehet, összvisz. A Roland és a farklapáncerrendsz az általában a mi oldalunkon áll, de ugyanaz a rakétarendszert használják. A Roland 3-as rakéta lehet még valamennyire potens ellenünk. A legnagyobb gondot igazából a jetek jelentik ráknotanak, mert ezek a gépfegyverek nem elegendőek jetek ellen önvédelemre, hogy az I-28-ast is Hellfire lőttük le az intróban, annyi esélyed vagy lokkolsz és lövöd el az ATG-eket, mint a vadbarom, ha van mit. Illetve az egy időben próbáld a 350 kalossal abálni, de sok esélyünk igazából arra nincs. Flarekkel nem rendelkezünk, nincsenek flarek, de engem még a Mistral légvédelmi rakétámmal sem ért olyan csalódásra, flarekkel kivitték volna. Azok nem fognak minket megvédeni szerintem semmilyen levegő-levegő rakétától, de azoknak hatótávolságán messze túl ról operálunk. Illetve légvédelemként csak mi használunk Mistrált, úgyhogy ez nem probléma a légvédelmekkel szemben, a több helikopternek meg a hatótávolságán kívülről fogunk igazából operálni. Az oroszlaiknak a 10K-s rakétái azok, amik jelentenek veszélyt, az apacsokkal teljesen egálba vagyunk, ugyanabban a távolságban tudjuk egymást pusztítani. Hogy Apache ellen igazából ki van balanszolva, az oroszoknak a 10K-s rakétái azok, amik jelentetnek valamennyire veszélyt, de ugye a K-50 általában nem fog minket megtalálni, mert nem lát. Igazából a K-52-es az, akire figyelni kell, mert ő fog minket távolságból megenni, ha meg tud enni, de hát ahhoz lokkolni is, meg találni is kéne, és azért azokat a Viki rakétákat ki lehet dodzsolni, csak úgy szólok, mellesleg. Elég jól repül a kis helikopterünk. Na, csapjunk oda! Szokás szerint a meccsnek háttal rakott be a csatába. Ez úgy szerintem vicces. Ilyenkor javaslom azt, hogy felszállítani meg kell fordulni, de ne azonnal. És maximális RPM-mel, és nagyon körültekintően forduljatok meg, mert különben földbe csapja a helikoptert, ugye ebből.
legtöbb típus nyilván az sem lesz ez arról kivétel. Menjünk már is vissza szépen lefelé kis magasságba, mert a kartvelesem az nem igazán képes kis magasságba repülni, de ez igen. Ezt amennyi csak lehet kikül használni. Hover módba befékezünk, visszaveszünk kicsit az RPM-ből. Már sérülést indikál, még csak felszálltunk a motorra, nem tudom miért. RPM-nek oda kell zúzni. Még mielőtt gondolna egy meredeket a helikopterünk és lezuhanna a picsába. Elment az RPM. Megvan egy AHG Hellfire rakétával. Nem tudunk visszamenni a bázisra. Valamiféle javítás összek kénytelen eszközölni, vagy megint bejött az a nerf, nem tudom, hogy egy időben tesztpályán, ugyanakkor nem mertem megvenni teljes áron, vagy így gondolkoztam volna, nem mertem megvenni, mert azt láttam tesztpályák körülmények között, hogy egyszerűen nincsen meg az RPM teljesítmény, hogy felemelkedjen. Lehetséges, hogy ez a bug tért vissza, vagy ez a nerf, nem tudom. Egy AHG-t levettük a csapatunkról, az biztos, hogy már egy jó pont. És úgyhogy taposan, mint a vadbarom, 80 fölé nem megy az RPM. Szép óvatosan, mint a hímes tojás, már próbáljuk letenni. Mondom letenni. Wasserbenzibite? Nem kell letenni. Na ezt meghagyjuk ezt a felvételt, akármilyen hitvány meccset fogunk ezek után menni, mert tölt a helikopter landolás nélkül. Hát Gajin Buck Thunder, így szeretlek, mit mondjak most erre? Na hát, hogy a két kidől az Arieti PSO-hoz mindjárt kiverekedte a spawn pontot, azzal éppen nincsen gond. Nem olyan nehéz. Az oroszokkal, két kilt a meccsre jön össze sétarinteni, aztán már benne is vagyunk. Na akkor lássunk munkázzuk is Hellfire-reinkkel. Nyilvánvalóan a sínai map, nem akartam nagyon közel spawnolni, mert az ilyet és veszélyes, az ADATS bent lehet, és azért az angol légvédelem se kimondottan gyenge. Tudom, hogy borzasztóan rossz, amikor bekerült a játékba, de nekem úgy tűnik, hogy elkezdtek leszállni a heréi, most már azért rakétás légvédelme japánoknak is van, tehát nem akartam annyira közel bespawnolni. Szép óvatosan rájuk megyünk innen a hegyvonal a hegyrész másik oldalára, ha nem fogynak el addig. Nem csak én szedtem meg őket rögtön az elején. Bocsánat. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy van egyet a Discord közösségi, mert csak a Discord áttetszés, meg a közvetítési mód az hajlamos magát önmagától kibekapcsolgatni, és ez rohadt idegesítő. Jöttek a 50-es is, van egy MiG-21-esünk is. Talán nem fognak minket annyira könnyen agyagolaként lövöldözni az ellenséges jetek. Remélem akkor 50 hozott igaz rakétát, mert ugye nekem ugye levegő rakétám az úgy van, hogy
Hát a Hellfire-t tudom, arra is fába vaskodik a alapokon megpróbálni. Nem okotatlan a higiénikusabb dolog. De egyébként majd, ha tekti is olasz felig bent tesznek, akkor azért azoknak majd lesz Stinger rakétája, másabb lesz a situ. De én a nagyobb gépágyat várom jobban, megmondom őszintén, mert ha egy jet már ránk jolózik, és látjuk, hogy felkancásodott, és nedves bugyival megindult felénk, hogy ő már pedig most minket akar. Ha ránk, ha megindul, akkor ott igazából frontból nem nagyon rokkol rá a Stinger, meg a Mistral, meg az egyebek, meg az Igla. Ó, szegény sótkadarat. Gazdaságos respawnjál. Mi nézzük azért körül, hogy nem jön egy helikopter az irányunkba, vagy aranka. Szerencsére nem. Jó, ott nagyon bebújt a szikla mögé. Be. Nem. Hát ezt nem fogjuk egy lövésben elintézni, és becsbújt a szikló még a srác ügyesen, és okosan, és szépen. Sevész. Mint itt ébrensz mindenkinek. Te meghaltál addigra. Jó, azt, amit tudtunk, megtettük. Most már menjünk töltekezni rakettjával, illetve most már számítok a briósra, mert rövidesen be fognak minket lokkolni, vagy valamelyik légvédelem, vagy valamelyik megöt a ranka. Nos, Centauro MGS a War Thunder legjobb TD-jének tartom. Két Abrams-t és egy T-80 út csaptam ki, mindjárt hirtelen a hamarjában más kezdetének. Úgy vagyunk, hogy ugye, hogy Amcsi orosz francia ellen, egy Leclerc lőtt ki végül engem. Megnézzük, hogy megint, igen, megint háttal dobott be. Nem túl agresszívan megpróbálom megfordulni, ugye, mert ott lezuhanunk. Guardian Logic. A C pont környékén voltam benne abban a vérgőzös hentelésben, ott alakult ki. Megpróbáljuk felmérni, hogy milyen távolságban vagyunk, illetve hogy merre vannak a potensebb ellenfelek. Távolság az... Jó lenne. F betű. Oké, akkor nem. Hajlandó nem, hogy lokkolni nem fog. Még stabilizátort se hajlandó bekapcsolni. Megint egy bug. Neked azt nem kell teljesen leszállni, hogy ott az nem bug egyébként. A bug Thunder csak szófordulat volt rá, de az nem bug volt. Nem muszáj touchdownig levinni egy helikoptert a szereléshez, ültöltéshez. De azt, hogy már a felszállása megsérüljön, megkarfiolozódjon a... A két motor azért az egy kicsit szerintem durva.
De csak én mondjak, ilyen mimóza biztos, hogy ez szerintem durva. Régen, amikor még, ha jól emlékszem, nagyobb volt a hatótávolsága a heliknek, mármint a helikopter rakétáknak. Innen nagyon sokat láttam a nagy autóbusokat, hogy innen OP-znak az épületek közötti részről. Bom. Még egy T-80-as. Ember. Bírjál már magaddal. Az istenek se lestabilizálni. Te egyébként ilyenkor mi a bátos istennyinek csinálsz? Gyerünk, rokkoz! K50. Akkor azt mondja, hogy a Zarieté PSO kiverekedte a spawnpontot relatíve egyszerűen. Megint bugolsz? Mostanában elképesztő mértékben bugol a... a lokkolós történet. Három, kettő, egy. Bum. Svéd légvédelem. Olyat csittem még. Egy STRV 122-nek nézem, aztán mindjárt meg tudjuk. Így van, egy STRV 122 volt, nem az én szemem káprázott. Hú, az a más nagyon csúnya, gyerekek. Na hát akkor Normandia következő, ez már alapból egy bukó meccs, mert Amerika ellen megyünk, szóval esélyünk se. Megint hátra rakott le. A War Thunder legszebb hagyományaihoz alkalmazkodó módon. Biztos az bünteti ennyire, hogy közel szálltunk fel a tank spawnhoz. A Sidamonból kilőttek kis genygombóc, az amerikai legújabb troll lelkű szennyedék féreg bűrös kis light genynáda. Amerika és a vele játszó emberek iránti lángoló szerelmemet nem tudom még alá rejteni. Oho, funky manőver, funky manőver. Igen, az EDT az hegyeneken át is lokkolna körülbelül. Biztos az volt, nem más. Csak a szokásos volt Thunder Tobbe jár, hogyha amerikai csapat ellen mész, akkor felejtsd az egész meccset, egész nyugodtan úgy, ahogy van. Ott ért véget, hogy megállt a matchmakert az egész, mielőtt elkezdődött volna. Mi már ott üldögesítő, főleg amikor elkezdenek itt nekem felnőtt emberek az én vállaimban, próbálnak meg legalábbis írni. Nem elég OP az Abrams. Persze, mondjál már nekem bármit a War Thunderbe, akármit. Nemzettől, bejártől, mindentől függetlenül, a túlélő képessége csak közelíti az Abrams-t. Nincs ilyen. De másik kedvenc, amikor arra kezdenek el nekem itt visítani, hogy már nem elég OP az ADAT-hez, hagyjál már. És elveszti, bazd meg.
Meg se próbál krokkolni. Megvan a kis gengombóc. Egyik a racs. Másik nem lehet, mert lekapott minket egy F-104A jet repülőgép, ebből is van már mindenkinek, ez a Starfighter patch, értem a Starfighter mindenkinek. Konklúziónak is mindent egybevetve, én nagyon szeretem az A-129-es Mangusztámat, és nekem élvezetes fel a játék, annak ellenére, hogy azért vagy másik helikopter tud counterhelizni, mert hogy a baható távolságon, meg egy, azt a kopterstét is vettem. Egyébként lehet, hogyha észreveszem, még kapom előtt Hellfire-rel, mert lehetséges. Jetek lőnek le a leggyakrabban, légvédelmek lőnek le a legritkábban. Összes közül. A Hellfire rakéta nem csoda fegyver, azért nem csak az ébrenszeket nem károsítja, sokszor kellő mértékben a más se. Nem is ajánlatos egyébként rálokulni semmire, mert ott nagyon csak tömegközéppontot tesz oda valahova a lézerjelölőt. És nem abban a részében csapódik be a tanknak, ahol az gyilkolni fog. Sokkal érdemesebb a lokkolást el is felejteni és manuálisan rávezetni a helikoptert, illetve a rakétát, bocsánat, a célpontokra, lényegesen hatékonyan, de ha már rá is lokkoltok, nyomtok még egy gombot neki, és akkor a lokkon be egy kis karika, az úgy mozgathatóvá válik, akkor az egész járműre rá van lokkolva automatikusan, de hogy azon belül a járműnek még részre csapódjon be, picit el tudtok korrigálni egérrel, és akkor az hatékonyabb lehet. A legnagyobb fegyverténye az A-129-esnek jelenleg, mert hogy a helikopter itt nem gindul, mert nincs, az az, hogy az olaszoknál megszűnt a kedvet veszteségem. Nem az van, hogy a Tobier az automatikusan több tízezres bukót jelent kreditbe. Nem azt mondom, ez nem lehetséges, mert vannak olyan meccsek, de alapvetően a folyamatos kredit veszteséget, szívvelajon veszteséget nagyjából el lehet kerülni. Hogyha csak egy vagy két killen van az A-129-esre is, akkor a tankok már nem tudják leminuszolni az akkuntomat. Nekem ő egyenlőre jelenleg erről szól, borzasztóan várom a taktikus verziókat, bár gőzöm sincs, hogy nem fogom őket kigindulni. Az bizonyan egy kínszenvedés lesz helikopteres játékmódban, egyenlőre csak a tankoknál, a tankok mellé kiegészítésnek vetem be és használom a kis Giuseppét, helyen a neve Giuseppe mától. Hát te pedig köszönöm a megtekintést, Sándor Gloffoltam a Holtenderből. Sziasztok!